Sziasztok! Itt meg egy újabb ilyen vlogos videóban, aztán úgyis többnek a vlogok úgy láncik, akkor már legyen egy vlog innen Kecskétől. Közebb hozzám a autóbuszt, állomást, meg... Ami így egy tagként szerettem volna, azt nem vlogban sem volt meg, amúgy konkrétan. Nem volt még csatán komidós téma, akkor gondoltam azt, jó, oké, és van időm, akkor már legyen egy ilyen COVID-19-es vlogaiben ezt a témát járom akkor ugye már tavaly, és már durva egyében tart ez a járvány, ami egész hossz azért. Én is helyek, ha innen már végenne a nyár, szabadabb lenne. Nyilván itt a kérdés ez a oltás elség, oltás, bármit is, stb. Tehát volt sem oltás ellenes, úgyhogy én be fogom mindenképp magam oltatni, hogy annak eljön az. De én is abban engedek, hogy már azért már külföldre és szabadabban mozoghatunk, vagy remélhetőleg, és akkor mind készek külföldi videók is. Kis körbetekintést így mutak Kecskeméten. Ugye előző enyhítések közül két hattak a vendéglátó helyek teraszai, így a Kecskéten például a buszos kocsmány kinyitotta, úgyhogy látom, és ezt sok helyen meg is tették, hogy kinyitották a teraszokat, meg ugye a fagyizóknál is, ahol van tászot, kinyitották, tehát fokozatosan elnyitták el meg. Itt majd a négy volt, akkor inkább több ennyitések, inkább az egyetség igazolványjal. Jelentősége, de már az jó, hogy inkább akkor éjtek, hogy kezdődik. Jelzítem, legalább akkor kitották kirakmátért, mondom, hogy az már úgy nagy és oké, és értem, és gondolom, akkor legalább több időben, meg hát azért nem egy óra vagy két óra lépni a ország kerti vonzsátát. Például Nyíregyháza, Debrecen, az például, de az nagyon messze van, úgyhogy most ez a 11-es tartó elnyítés, egy nagyon jól jött a vasutáshoz. Ott van is, ott van a Kekónak a buszai is, de ezt majd lehet, hogy külön magam majd egyszer kibeszélzem, most ne az a téma. Én kb. A téma az csak ennyit tudtam így hozzáfűzni. Nem tudás hozzáfűzni, hogy köszönöm, hogyha ezt a videót is megnézitek, tudjátok, lehet lájkolni, diszlájkolni, kommentelni, illetve elszárkozni. Találkozunk majd egy legközelebb videóban. Addig is, sziasztok!